létezik ilyen, hogy mondjuk 10 napon belül kétszer 0-2-ről fordítunk? Úgy tűnik, hogy létezik, igen. Nagyon-nagyon örülök ennek a győzelemnek. Nagyon sokat küzdöttünk érte. Az első két szetben ugye nem tudtuk azt nyújtani, amit szerettünk volna. A harmadik szetben valami elindult, és talán megéreztük, hogy ugye ez lehet az utolsó szikra, amit meg kell fognunk ahhoz, hogy egy győztesként jöhessünk le a pályáról. Az első szetben nyitásfogadás totál káosz, utána... Bocsánat, csak nevettetnek. Utána a második szedbe, hogy elkezdtünk feljönni, és én a negyedik szedbe éreztem azt, hogy már megvan ez a mérkőzés. Ott a negyedik szed közepénél lett egyszer egy ilyen fordulat, és tényleg ugyanaz volt, mint a múlt héten, hogy basszus, nem nyerhetnek. Magyar kupa van, persze 3-0-ra nyernek, de hogy is. Hát gondoltuk, ha már ilyen sokan kijöttek, akkor egy kicsit izgalmasabbá tesszük. Most már sorozatosan már több meccsen nem megy a fogadásunk, és azt hiszem ez így csúcsosodott ki a legjobban. Szóval igen, borzasztó volt, és hát onnantól kezdve nagyon nehéz azt a játékot játszani, ami a mi erősségünk. Úgyhogy ez volt a bibi. Annak viszont meg nagyon kell örülni, hogy innen ilyen vesztett helyzetből fordítani tudtunk, és megnyertünk egy ilyen tétmeccset. Hát mi kell az, hogy egy csapat mondjuk 10 napon belül kétszer a totál padlóról tudjon felállni? Hát először oda el kell jutni, hogy padló legyünk, mi ezért teszünk bőven. Igazából nem tudom, a lányok nem maradnak bent az öltözőben, mert nagyon harcosak. Annyira jó alakítanak bemelegítésnél és hétközi edzéseken, és olyan elánnal, olyan becsületesen dolgoznak, hogy nem értem, hogy a belefújja a játékot, a sípa, akkor miért 2-0 mindig a Gödöllőnek, ezt én sem tudom. Ezt majd Jókai kollégám meg a Budai Balázs ki fogják találni. Ha kikérik a véleményen, ki szokták egyébként, elmondom én is, de tulajdonképpen nem engedheti meg magának a csapat ezt a luxusper, ez a korsó meg a kútra járás. Az a második, a